Köszöntöm Önöket a mai Weekendben. Kiderül, hogy milyen a praktikus és divatos őszi kismama ruha. Hanyadik alkalommal szervezik meg a Szatmár Határok Nélkül című rendezvényt Nagyecseden, és azt is latolgatjuk majd hozzáértő vendégemmel, hogy vajon mekkora eséllyel indul a Tiszta Szívvel című film az Oscaron. A részletekről hamarosan, ám most elő az ízlelő bimbókkal, hiszen hétvégén új gasztrofesztivál lesz Nyíregyházán. Szabó Sarolta, a Múzeumfalu igazgatója a vendégem. Szervusz! Szervusz! Hát azt mondtam, hogy új, bár valahol szegről végről régi, csak egy új köntöst kapott ez a rendezvény, egy kicsit tágítottátok a kört. Kicsit lesnem kell, a Régi Magyarország ízei címmel fog most hétvégén debütálni, akkor ez a félig meddig új rendezvény. Mi is ez, és milyen céllal jött létre? Igazából ez egy, mondjuk úgy, hogy régi új rendezvény, hiszen a Sóstói Múzeumfalu hosszú éveken keresztül megrendezte a Kóstolja meg Magyarország című programot. Ez tavaly elmaradt, és az idén a látogatói és külső igényeknek megfelelően megrendeztük ismét ezt a gasztronómiai programot, hiszen sokan hiányolták ezt a múzeumfaluból egy ilyen jellegű programot, és most az idén visszahoztuk egy picit más címmel és egy picit más tartalommal, hiszen, mint ahogy mondtad, a címe a Régi Magyarország ízei, és azért gondoltuk ezt, hogy átnevezzük mondjuk így ezt a programot, vagy új nevet adunk neki, inkább így mondanám, mert tágítottuk az időhatárokat, tehát nem csak népi gasztronómiai élményben lehet része azoknak, akik eljönnek hozzánk, hanem egy kicsit a időben a középkor felé is vittük a kínálatot. Milyen ételeket mutattok be akkor? Gondolok itt arra, hogy a régi Magyarországnak milyen ételei voltak? Hiszen van egy Árpád-kori falunk, és hát ebből eredt az, hogy akkor mutassuk meg ezt a középkori, vagy kora középkori időszakot. Hát mi most nem annyira a kora középkori időszakot mutatjuk be a étel fogyasztás szempontjából, hanem egy kicsit később, itt ez ilyen Mátyás korabeli időszakra kell gondolni, amikor nyilván a hús volt a fő étel, és a kecskehúst is fogyasztottak, itt lesz majd kecske, malachús, lesznek olyan nyásra húzott ételek, amiket abban a korban rendszeresen fogyasztottak, és azzal a technikával is készülnek ezek az ételek. Lesznek aszalt gyümölccsel készült ételek is, és azért gondoltuk ezt, mert tavaly mi tartottunk egy ilyen, vagy rendeztünk egy ilyen programot, ami kifejezetten az Árpád-korhoz kapcsolódott, és az Árpád-korból ismert alapanyagokból készítettük az ételeket, és a látogatóink egy picit csalódottak voltak, mert hozzá voltak szokva a korábbi években a népi gasztronómiai kínálathoz, és azért gondoltuk azt, hogy most a kettőt valahogy így ötvözzük, és a régi korok, és hát a tőlünk nem olyan távoli időszakok, ami a népi kultúra körébe tartozik, ehhez kapcsolódóan kínálunk a látogatóknak nem csak gasztronómiai élményt, hanem kulturális élményt is, hiszen a megye 5 kisebb néprajzi tájegysége is képviselteti magát, illetve a kisebbségi önkormányzatok is elhozzák a saját gasztronómiai kultúrájukat, és ezekből is adnak valamilyen kínálatot, tehát
lesz ukrán, lesz német, lengyel, és lesz roma kisebbségi önkormányzatok által készített ételek. Akkor most egyből az ukrán borst levesre gondolok, akkor az biztos, hogy ott lesz. Milyen Igen. különlegességek lesznek még, mert itt Nyíregyházán mindig olyan furcsán halljuk ezeket a különleges nevű ételeket. Már magán a plakáton is olyan érdekes neveket soroltatok fel. Mik lesznek? Hát igazából ezek kisebb tájegységekre jellemzőek ezek az ételek, és nyilván azért nem országosan ismertek, mert hogy csak azon a területen, mondjuk a nyíri mezőségben, vagy a szatmári területen, vagy a nyírségben készült ételekből lesz itt most egy kis ízelítő és válogatás. Hát nyilván a töltött káposztát azt mindenki ismeri, de az, hogy mézesen is, meg tengerisen, vagy kukoricásan is el lehet készíteni, és nagyon finom, tehát itt ilyen típusú ételek is lesznek, de lesz olyan is, ami kevésbé ismert, mint a plakáton rajta van ez a gulyafos nevű étel például, az egy édesség egyébként, amit ilyen édes tésztából készítenek, ami belecsurgatnak az olajba, és az olyan érdekes formát vesz föl, és utána az beleforgatják kakaós porcukorba, és egy nagyon finom édesség, vagy jönnek például a szatmári területről, készítik majd a krumplilángost, ami a sparhetnak a lapján, a tetején sül. És hát biztos vagyok benne, hogy ezt a talán káposztás különlegességet Igen. is meg lehet kóstolni. Ez micsoda pontosan? Ez egy káposztás batyú tulajdonképpen. Hát ezt úgy kell elképzelni, mint a túrós bélest, de ebben nem túró van, édes túró, hanem káposztát dísztelték, és azzal sütötték meg. Ez egy rétközi étel, és a rétközben elég gyakran készítették ezt a süteményfélét, keltésztából készült. Ha jól láttam a plakátokon, meg hát ugye a hivatalos sajtótájékoztató is erről szólt, hogy nem feltétlen csak és kizárólag a gasztronómiáról fog ez a rendezvény szólni, mint minden múzeumfalus rendezvény, hanem többet is adtok. Ahogy te is említetted, ez a kultúráról is fog szólni. Gondolom egy kis zene, egy kis mulatozás is jó lesz ilyenkor, hiszen hogyha valaki mondjuk délre érkezik ki, nem akkor a reggeli órákhoz, akkor szokás volt mondani, hogy jó ebédhez szól a nóta. Lesznek különböző zenés igen. programok idén igen, is? Igen, a színpadon 10-től 16 óráig folyamatosan fél órás váltásban lesznek programok, és igazából ezt a kulturális programot azok a csapatok, települések fogják majd adni, akik képviseltetik magukat itt a Sóstói Múzeumfaluban ezen a gasztronómiai rendezvényen, és megmutatják a saját kisebb tájegységüknek a zenéjét, a táncát, és igazából, ha nem is jó ebédhez szól a nóta lesz, de lesz zenés és táncos program is a színpadokon folyamatosan, és gondoltunk a gyerekekre is, a gyerekes családokra, a gyerekeknek lesz báb előadás, méghozzá Mátyás korabeli, ha már az ételek Mátyás korabeliek, akkor a báb előadás is ehhez fog kapcsolódni, és lesz kézműves foglalkozás, illetve tehát kézműves tevékenység, inkább így mondanám, és a népi játszóudvarunk is élni fog és működni, és azokat az eszközös régi népi játékokat fogjuk kínálni a gyerekeknek, amelyekkel valamikor a régi falusi gyerekek is játszottak. Már érdemes csak ezért kilátogatni erre a rendezvényre, a múzeumfaluba. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, önöknek pedig említem, hogy Farkas Schulz Tibor emlékére nyílt állandó tárlat a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A nyíregyházi zenei élet legendás alakja tavaly hunyt el 69 éves korában, felesége és gyermekei a könyvtárnak adományozták zenei hagyatékát. Farkas Schulz Tiborra emlékeztek a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Nyíregyháza zenei életének legendás alakja tavaly hunyt el. Az ő tiszteletére a médiatárban egy állandó kiállítás nyílt Schulz sarok néven. Ezzel az emlékkiállítással szeretnénk tisztelegni Farkas Schulz Tibor emléke és zenei munkássága előtt. A
könyvgyűjteményt az özvegye Farkas Tiborné Éva adományozta a könyvtárnak. Ez a könyvtárnak és a kollégáknak nagyon fontos, hiszen régóta ismerik őt, ismerik Nyíregyházán a zenei életét. A nyíregyházi pop történet kiemelkedő alakja idén szeptemberben lett volna 70 éves. Kulturális és zenei műveltségével ismerkedhetnek meg a látogatók a tárlaton. Ez az érzés kettős. Egyrészt miután most volt egy éve, hogy a férjem meghalt, egy nagyon fájó érzés nyilván. Másik oldalról viszont, miután ez a helyzet van, egy nagyon örömteli érzés is. Egyrészt, hogy él az emberek szívében is, illetve, hogy tudtunk tenni mi a család valamit azért, hogy az ő emlékét megőrizzük. Úgy döntöttünk a gyerekeimmel, hogy abból a zenei hagyatékból, ami ránk maradt kézzelfoghatóan, mi a könyveket, a zenei szakirodalmat, illetve a filmeket, zenés filmeket ajándékozzuk a könyvtárnak. Elsősorban többek között azért is, mert egyrészt ő nagyon szeretett ide járni, és őt is nagyon szerették itt. Nagyon sok közös munkájuk volt, és sok emlék fűzte ide őt is, minket is, másrészt pedig hiszünk abban, hogy ezért a könyv nem fog eltűnni a jövőben, és itt, akik igazán érdeklődnek az iránt, amit ő nagyon szeretett, és az életének a nagyon kiemelkedő, fontos része volt, az így másokhoz is közelebb kerülhet. Az emléksarokban mindenki közelebb kerülhet Schulz Tiborhoz, tette hozzá felesége. Azt szeretnék, ha sokan és még sokáig emlékeznének rá. Utolsó interjúját tavaly a Kölcsei Televíziónak adta. És a bratyóm ajándékként érettségire nekem adta a lemezeit, és plusz vett egy jegyet nekem a Népstadionba, a Louis Armstrongot megnéztem 1965-ben. Akkor tüntették az öreget, ilyen Grammy-díj, meg Oscar-díj a Hello Dali miatt. És az olyan nagy élmény volt nekem, hogy az nem igaz. Jazz. So easy, hello, Dali slágerzene, plusz ez az egész felhajtás, ez nagyon tetszett nekem, és akkor úgy voltam vele, hogy ezt elmesélem. Mikor álltál és hol álltál először lemezjátszó mögött úgy, hogy másokat szórakoztattál? Hát először még a gimibe, képzeld el, hogy volt, Kossuth gimnáziumban jártam, az fiú iskola volt, fiú suli, és a Kölcseibe voltak a lányok, az meg csak lánygimnázium. És ott volt egy testvérosztályunk, és akkor oda meghívtak minket a lányok, de arra kértek, hogy mi adjunk valami műsort. Hát előtte mindig is szavaltak, meg mitől vicceket meséltek. Itt viszont egy ilyen Beatles kontra Rolling Stones előadást tartotta, egy ilyen táblát, amit így fel lehetett húzni, meg lehúzni, hogy hol kockás, hol vonalas tábla volt. És akkor az egyiken csak Beatles képek voltak, a másikon csak Rolling Stones. 64-ben, ez egy nagy szám volt akkor, az volt az első, mint ilyen lemez bemutató, utána Kékvörös együttes, Vox, Zenit együttes, szünetekbe. Nekem egy 3 wattos lemezjátszom volt, és képzeld, mikor rákötöttem egy 200 wattos Marshallra, vagy egy 100-as Fenderre, és az megszólalt. Én is élveztem, egész másképp szólt. Akkor nem voltak hifi tornyok, meg mit tudom én. A Monóba, Frankón érted ezeket. És akkor, hogy a zenekar is örült, azokat a számokat átdolgozták, én is örültem, és akkor így el is ismertebb lettem. Egy kismama, egy anyuka és egy divattervező, mindez itt a Weekend díszletében. Arról lesz szó, hogy milyen a praktikus és divatos őszi kismama ruha, amit amúgy mindenki hordhat, tehát akár egyet fizet, 8-at vihet akciót is generálhatunk, persze csak a poén kedvéért. Sziasztok! Sziasztok! Van nekünk 2 Nikink, egy Máté babánk, hello Máté, és van egy divattervezőnk, Timi, szia! Szia! Miket tervezel, és egyáltalán miért praktikusak ezek a kismama ruhák, amik igazából így majdhogy nem mindenki számára hordhatók. Pont ez a jó, hogy mindenki számára hordhatók, tehát nem 9 hónapra fektetünk be egy ruhára, hanem nagyon-nagyon hosszú időre, és így nem okoz gondot az se, hogy jön a hideg, megy a hideg, jön a gyerek, mibe öltözzünk, esetleg hordozunk és hordozós ruházatra is külön kell pénz, hanem ez a sok az egyben, mint a
mint a samponok. Tehát lényegében az ilyen terhes kismama kertész nadrágok a múlté. Abszolút a múlté. Hanem abszolút akkor múlté. Van mondjuk egy ilyen pulcsink, amit láthatunk. Ezek az úgynevezett multifunkcionális ruhák. Aha. Mert hogy többet tudnak egy átlagos ruhadarabnál, és így gyakorlatilag nem gondolkodunk el annyira, hogy úristen, most kiadok ennyi pénzt egy pulcsért, és utána mit fogok vele csinálni, meg apa kabátjába végig húzom a telet, és nagyon szexi leszek. Tehát nem, egy ilyet megveszünk. De szerintem még apa is hordhatja, mert pont egy ilyen semleges színű. Próbáltunk, igen, ilyen semleges színű, hát ha az apuka. Ez mitől praktikus? Mutassuk meg, hogy hogyan működik. Vagy... Ez ugye egy olyan anyagból készült, ami egy nagyon-nagyon vastag 400 gram per négyzetméteres anyag, az azt jelenti, hogy akár 0 fokig, vagy ha nem esik a hó, fúj a szél, akkor mínusz fokokba is tudjuk hordani. És egy nyúlós anyagból, tehát ugye azért a 9 hónap alatt itt nő a pocak, és ez az anyag, ez vele változik az emberre. Tehát, hogyha most megnézzük, Niki utolsó szakaszban van a terhességén, és jó rá a pulcsi, de ezt a pulcsit, ezt ugyanúgy a továbbiakban is, amikor a kisbaba megszületik, és mondjuk, még Máté, itt vannak Máté, így van, mint Máté és anyukája már hordozva vannak, akkor is tovább tudjuk hordani a pulóvert, tehát egy hosszú távú befektetésről van szó, mert ugye hát télen is kell egy gyerkőcöt hordozni. És most kiderül, most egy kicsit, mennyire most egy kicsit segítek. Ez az anyag. Így van, így van. Reméljük Máté se fog háborogni, hogy itt meleget csinálunk most neki, mert tényleg nagyon jó meleg. És látjátok, hogy tovább lehet nyújtani, és ugyanúgy jó és hordható. Hát ez nagyon szuper. És ami a legjobb benne, hogy most rád fogom adni, és rajta is egy csinos darab lesz. Tehát amennyiben ugye kinőtte már a gyerek is a dolgot, de tényleg... Akkor utána is lehet esetleg utána is, hordani, előtte is. Így van, állandóan, sőt olyat is hallottam, hogy van, aki ezzel takarja a gyereket, ha elhagyszik. És milyen dolgokat tudsz még mutatni nekünk, ami tényleg esetleg egy 2016-ban, nem tudom, szülés előtt álló, vagy már szülés után mosolygó babával létező anyukának is jó lehet? Tehát tényleg a praktikusság vagy a divat jegyében miket kell beszerezni egy trend kismamának? Hát sokat esik mostanában az eső. Tehát mondjuk egy esőkabát nem árt, ami szintén méretfüggetlen. Ez teljesen jó. És jó meleg, azt érzed, hogy mennyire meleg és puha. Ez egy olyan esőkabát, amit anyuka, apuka is hordhat. Zsebe mindig kell, hogy legyen. Zsebkendő egy anyukánál zsebkendő, cumisüveg és keksz, tartalék keksz. Igen. Tehát itt van ez az esőkabát, lehet. Ez is ugyanazon az elven működik, tehát ugyanúgy fel lehet venni kismamaként, fel lehet venni apukaként, hordozós anyukaként és simán is, és ami a legjobb, hogy ugye egy anyukát nem tudom, hogy láttál-e már, tehát hogy mennyi cuccal és csomaggal járkál, és hát, hogy egy gyerek, két gyerek is látszik és nő az egész, és ezt az egészet ilyen picire össze is lehet. Ez olyan, mint a bevásárlószatyó. Így van, hogy gyorsan belefalacsintázzuk, úgy szoktuk mondani, és akkor ez ilyen kis helyen. Nagyon jó. Kis helyen elfér, és ha fázunk, vagy esik az eső, akkor gyorsan előkapunk. Láttam mostanában olyan cuccokat, ahol mondjuk a gyerkőc nem elől van, hanem mondjuk hátul viseli a babát az anyuka. Vannak ilyen fejet kibúvós pulcsik? Nem, hanem mi mindet úgy készítjük, ezeket úgynevezett egyterűnek hívják, ezek elől, hátul és csípőhordozásnál is jó. Tehát, hogyha Mátét is most hátra raknánk, akkor ugyanez a pulóver megfelelő lenne neki. Mivel ennek a nyaka... Hogy? Ennek a nyaka teljesen leszedhető. És hogyha leszeded a nyakrészt, akkor a gyerek akkor feje hátul, így feje van, a kifér a gyerek feje, és utána csak elől magad körül kell hát visszapatentolni. Tehát tényleg törekszünk arra, hogy ne kelljen 66 ruhadarabot megvenni. Egyébként a nők hajlamosak rá, tehát ettől függetlenül, és ilyenkor lehet a színeket gyűjteni. Azon gondolkodom, hogy a két Niki teljesen mást rak még be mondjuk a táskájába, ugye kismamaként, leendő mamaként, anyaként, még inkább az ilyen vizsgálatos papírokat rendezgeted a táskáidban, te pedig már azért a zsebken pelenkatársai, ki igen. tudja mennyit, mert hogy vannak ilyen tök jó ilyen kismama táskák is. Hát az a kismama, meg az anyuka, akinek kismama ugye, táskának. Ez egy nagyon praktikus darab. Egy nőnek sok táskája van, és sose cseréli, mert át kell benne pakolni. Tehát ez az agyban. Hogyha átpakol, akkor tudti, hogy valami. Biztos, hogy valami kimarad, igen, és akkor ugye kismamaként is olyan nagyon csúnya, ormótlan táskák voltak, úgyhogy azt találtam ki, hogy készítek egy olyan táskát, aminek le lehet szedni a tetejét, és gyakorlatilag a napi szettethez egy 5 másodperc alatt tudod igazítani a ruhát. Nem mellesleg ezen a felületen pelenkázni tudod a gyerkőcöt, és színkód szerint, ugye a férfiak utálják azt, amikor
Légy szíves, drágám, nyújj bele a táskámba, vedd ki a kulcsot. Nem. Tehát az agy halál. Drágám, nyújj bele a táskát, mert a szürke tokban vagy a lila tokban van. És akkor gyakorlatilag itt vannak a külsők. Jó, mert hogy ugye, mindegyiknek van. Van többféle, itt van egy szép nyári. Mennyire bővíthető ez a táska? Hány pakkot tud rendszerezni az anyuka? 3, maximum 4 pakkot tud rendszerezni, de akkor viszont abszolút megtömhető, tehát egy olyan igazi postásgyilkos 15 kilót bíró táskáról van szó. És ugye igen, az a praktikus benne, hogyha mondjuk kapsz egy szabadnapot, ugye itt most kicserélem gyorsan az előlapot, ha ja, kapsz egy szabadnapot, és mondjuk tudod azt, hogy a zöld cuccban vannak a gyerkőcnek az iratai, az orvosos papírjai, esetleg a pelenka, cumis üveg, mi egymás, de apa jó fejlesztés, azt mondja, hogy drágám, menj el kávézni a barátnőddel, és nem akarsz annyi cuccot cipelni, akkor fogod és kiveszed a gyerek fakját. Aha. Otthon hagyod, szépen a pellussal együtt, és te mehetsz a barátnőddel kávézni. Nagyon jó. És lényegében egy másik táskát és lényegében is így van, és nem kell kipakolni, bepakolni, és nem az lesz, hogy úristen otthon maradt a De ez nagyon, nagyon praktikus, és tényleg nem tudom, nincsen mikrofonod, de szereted az ilyen jellegű ruhákat, táskákat? Van is. Táskából is van. A ruhákból is van, és nagyon szeretjük. Igen, mert azért ezek praktikusak. Tehát nem tudom, hogy neked van amúgy ilyen tipikus kismama ruhád? Csak bólogass, vagy mondd, hogy nem, nincs. Mert ez sem olyan ruha, de azért van egy-kettő, biztos, hogy tágulhatós gatya, vagy bármi ilyesmi. Ez nagyon furcsa még, így nem tudtam rájönni, hogy mi ez. Ez egy hordozó eszköz, hasonló, mint amiben Máté csak így látom, csücsül, hogy a hátra teljesen zárt. Hoztam gyerek, tehát nem csak hordozós dolgokat tervezünk praktikusan, hanem itt van például ezt is még adás előtt nézted, hogy milyen klasszis, mi lehet ez. Ez gyakorlatilag egy hálózsák, egy olyan hálózsák, amiben a gyerkőc, mint egy kis királynál lehet benne, az aljában van kis lábaknak rész, itt ki tudja dugni a tappancsat, és a már járni tudó gyerek ebbe tud futkosni. Totyogni, futkosni, és nagyon sok gyerek nem szeret ezt, hogyha kantáros a hálózsák, mert ahogy forognak, elkezdi a nyakukat folytogatni. Na most ez gyakorlatilag ilyen, ez az igazi kockanadrág, ami melkasig fel van húzva, és ez az, amiben nem takarózik ki. Tehát az anyukák rémám, amikor hajnali 2-kor, és 3:30-kor, és 4-kor bemegyek, hogy betakarjam a gyereket, mert átforgulódik. Ebbe egész este forgulódhat. Rengeteg mindent nem mutattunk be, egy biztos, hogy manapság tényleg elfelejthetjük ezeket a standard, csúnya, ormótlan kismama ruhákat. Máté is így vélekedik erről a dologról, mert egy anyuka is lehet trendi, divatos, ez most kiderült, és hát praktikus. De most a Víg Színház darabját mutatjuk be most önöknek, hiszen a Víg Színház kapta a Vidor Fesztivál legjobb nagy színpadi előadásért járó díját. Íme a részletek, és köszönjük Nikinek és Timinek. Még maga férje, ő mentette meg az életem. Nem is. Megöregedte. A kvartett, amivel érkeztek, nagyon sikeres ott a Pesti Színházban. Annak mi a titka, hogy ez ennyire sikeres és ennyire szereti a közönség ön szerint? Spiró György kvartett című darabja 20 évvel ezelőtt született. Mégpedig 1956. október 23. alkalmából a Kaposvári Színház kiírt egy színházi pályázatot, ahol Spiró György darabja nem nyert. Viszont ez a nem díjazott előadás most 20 év után, 2016-ban olyan eleven és olyan atmoszféra és olyan akusztikája van a műnek, hogy az ember azt hiszi, hogy épp ebben a pillanatban vetette papírra a szerző. Az, hogy itt a Víg Színház társulatában volt 4 alkalmas színész, aki ezt az előadást eljátsza este. Ez nem meglepő, mert szerintem még 5-6-szor ugyanígy ki lehetne állítani egy igen kvalitásos, nagy tehetségű, nagy formátumú csapatot. De nagy szerencsénkre Marton László rendező, Börcsök Enikőre, Kern Andrásra, Péter Katára és szerény személyemre gondolt, mikor elolvasta a darabot. És meg kell mondanom, hogy
Itt ma este ünnepeljük az 50. előadást. Nem lehet jegyet kapni a Pesti Színházban, a Vígszínház Kamara Színházában. Az előadásra már hónapokra előre el szokott kelni a jegy, és nekünk ez nagyon fölemelő és nagyon fontos visszajelzés. Tehát jól választott a színház, olyan minőségű a produkció, hogy büszkék lehetünk rá. Van egy nyugdíjas család Budapesten, egy anya és egy apa, aki várja éppen a hozzájuk felugró egyébként az kislányokat, aki elvált és egyedül neveli a gyerekét, mert az édesanyja főzött neki kaját, mint ahogy minden nap megteszi ezt, és hozzájuk fölugrik, és aztán megy a saját életébe. Azt hiszük, hogy a kislányunk csönget, és betoppan egy váratlan vendég Amerikából. Azért érkezett, hogy meghálálja azt a nagy jó cselekedetet, amit vele az itt nyugdíjasként életét tengető fickó tett vele 1957. január 17-én. Na, ezt a nyugdíjas alakot eleveníteném én föl, aki ugye az egész életét itt élte a mi világunkban. Markáns reprezentánsa annak a kornak, aminek a rendszerváltását közösen megéltük itt 1989-ben, és magában hordozza az elmúlt, a rendszerváltás előtti elmúlt évtizedeket, és benne él már elevenen a rendszerváltás utáni esztendőkben. Magának mi a foglalkozása? Mérnök vagyok. Utakat, meg hidakat építek szerte a világon. Az jó. Én egy 35 éves elvált könyvelő nőt játszom, tulajdonképpen valószínűleg első generációs értelmiségi. Ebben a családban egyke, a szülei nem örülnek, hogy lány, főleg az apja, fiút vártak volna, az ugye hasznosabb, hogy annak van értelme. Tehát egy nőnek van egy felnőtt, tehát egy tínédzser, a lányom, és tulajdonképpen annyit lehet még tudni, hogy a válás után egy erős idegösszeomlást kapott, de ahogy az anyja mondja, ki van kezelve, van lakása, meg autója, vagy nem, autója nincs, van lakása, állása, úgyhogy jó parti. Az a szocializmus, amit mit csináltunk, az ugye nem volt tiszta. De majd tiszta emberek fogják újra kezdeni, mert az eszme az jó, csak elrontották az emberek. Miféle eszme az, amit folyton el lehet rontani? Na most akkor megmelegítsem azt a vákos dékot.